Köszöntöm nézőinket! Ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Családi napot rendeztek. A gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok találkozhattak. Gyula a hatodik legkeresettebb. Sokkal drágábbak lettek a szállások a békési fürdővárosban. Shakespeare kicsit másképp. Idén 4 napos lesz a hagyományos színházi fesztivál. Első díjat szereztek. Sikerrel szerepelt a Körösparti Vasutas koncertfúvós zenekar. Magról nevelt kendert. Saját használatra termesztett kábítószert egy gyulai férfi. A Békés megyei gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és nevelőszüleik számára rendeztek családi napot a Csaba Parkban. Az esemény célja, hogy az érintettek egy napra kiszakadjanak a mindennapok feladataiból, és jól érezzék magukat egymás társaságában. Ez a nap híre. A Békés megyei gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek, fiatalok és nevelőszüleik számára rendezett családi napot a Szent Ágota gyermekvédelmi szolgáltató a Csaba Parkban. Bulla Erika területi igazgató köszöntő beszédében kiemelte, még mindig keresnek a megye minden pontján olyan nevelőszülőket, akik vállalják, hogy a családjukból kiemelt gyermekeket magukhoz fogadják. Az elmúlt években ugye a járványhelyzet miatt elmaradtak ezek a nagy közösségi rendezvényeink, és most végre lehetőség nyílik arra, hogy a családjaink, a gyermekeink ismét összejöhessenek, találkozhassanak egymással, együtt éljék meg az összetartozás örömét, illetve élményeket adjunk a gyerekeinknek, mert igenis megérdemlik, hogy ők is kiemelt szerepben tűnjenek fel, hogy ők is megérdemlik azt, hogy előtérbe helyezzük őket. A programok közül kihagytam a szépségversenyt, de azt gondolom, hogy nagyon fontos eseményünk az, hogy a mi gyerekeink is megérezzék azt, hogy kellő önbizalommal bármit elérhetnek, hogy elhiggyék magukról, hogy ők szépek, tehetségesek, ügyesek, és mindez a mai nap ezt szolgálja, hogy megtapasztalják, hogy ők igenis értékesek és fontosak nekünk. És nem csak nekünk, mi ezt szeretnénk megmutatni mindenkinek. A nap folyamán többek között játékos sportvetélkedő, sorverseny, kutyás bemutató, motorozás, arcfestés, ugrálóvár, kézműves foglalkozás, valamint csillámtetoválás várta a megjelenteket. Póni, én választottam ki, és én mondtam, hogy a jobb kezemre, mert hogyha eszünk mindig, akkor mindig látni fogom. Erre a napra olyan programokkal készültek, amelyek megélése alkalmas arra, hogy gyermek és szülő jól érezhesse magát, és megismerhessék azokat a társakat, akik a megyében hasonló helyzetben élik mindennapjaikat. A megye számos településéről érkeztek fiatalok a Békés Csabai eseményre. Gulyás Kitti Gyoma Endrődről jött a rendezvényre 4 testvérével és nevelőjével. Így látják, hogy sokan vagyunk, és hogy nem csak ők vannak így. Ugye olyanok is, akikre nem gondolnák, hogy nevelőszülőknél vannak. A családi nap célja az, hogy a családok egy napra kiszakadjanak a mindennapok feladataiból, és jól érezzék magukat egymás társaságában. Karácsony Imréné 24 éve nevelőszülő, a pénteki eseményre 4 gyerekkel érkezett. Családban van több örökbefogadott gyermek, mivel nem lett egy saját gyermek, és utána lett 2 családban is. És így nagyon örültünk neki, hogy én is tudtam más gyerekeken segíteni. Az én családom kint külföldön van, így nincsen itthon közelbe gyerekem, és akkor így a más gyereket tudom szeretettel nevelni. Kovácsik Gáborné 2009 óta nevelőszülő, mindig 6 gyermeket nevel. Az évek során próbált minél több fiatalon segíteni. Próbálkozunk mindennel, mindenféle sporttal, ugye fiúk vannak nálam nagy részt, én egy fiús csapat vagyok, mindig csak egy szemlányom van, az meg pici, most egy nagyobb van, és akkor hát hogy telnek a napjaink, bevonom őket, nagyon édes szájúak, nagyon szeretnek sütkérezni, hát mindenben. Segítenek mindenben, próbálkozunk vele. Az Ágota közösség fontos feladatának tartja, hogy tagjai időről időre megtapasztalhassák az összetartozás élményét. Ezért rendszeresen szerveznek olyan programokat, ahol ezt átélhetik a családjukból kiemelt gyermekek és nevelőszüleik. Gyula a 6. legnépszerűbb úti célpont Magyarországon a szállás.hu felmérése szerint. Ugyanakkor az egyik legnagyobb drágulást is itt mérték, már ami a szálláshelyek árát illeti. Sehol sincs teltház, aminek elsősorban az áremelkedés az oka.
A szállás.hu online kutatásából az is kiderült, hogy az itt leadott foglalások alapján melyek a legkeresettebb és a legdrágább üdülőhelyek. A legnépszerűbbek között az első helyen most Siófok áll, a képzeletbeli dobogóra Hajdúszoboszló és Eger fért oda. A folytatásban Balatonfüredet és Budapestet Gyula követi, vagyis a békési fürdőváros a hatodik helyet foglalja el. A portál azt is felmérte, hogy a 3 évvel ezelőtti helyzethez képest mekkora drágulással kell számolni a szálláshelyek lefoglalásakor. Az egyfőre jutó éjszakánkénti díj 2019-hez képest Gyulán a portál számításai szerint közel 35%-kal emelkedett. Ennél komolyabb drágulást a legnépszerűbb célpontok közül csak Zalakaros tud felmutatni. Az idén nyáron a legkeresettebb úti célok közül Hévíz és Balatonfüred a legdrágább. Az elmúlt hétvégén rendezték meg a 8. Sárvári Nemzetközi Fúvózenekari Versenyt. Az eseményen a Békés Csabai Körösparti Vasutas Koncert fúvózenekar felső C kategóriában az első helyezés mellett a kötelező mű legjobb előadásáért járó külön díjat is elhozta. Kimagasló eredményt ért el a Békés Csabai Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar az elmúlt hétvégén megtartott 8. Sárvári Nemzetközi Fúvószenekari Versenyen. A C felső kategóriában első, a kötelező mű legjobb előadásáért külön díjban részesültek. A megmérettetést 4 hónapos felkészülés előzte meg. Az igazán intenzív próbák a múlt héten kezdődtek. Ezeken napi 3-4 órát is gyakoroltak a zenészek. A verseny előtt még egy koncertet is adtak Békés Csabán. Döge Csaba, a zenekar szakmai vezetője és karmestere elmondta, a művészeti csoportban 14 évestől egészen 78 éves korig játszanak. Ez, amire én nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy még 78 évesen is ott vannak, és jönnek a próbára, gyakorolnak, készülnek. A darabválasztást illetően pedig úgy próbáltunk választani, hogy a zenekar nagyon-nagyon szeresse játszani, ez egy nagyon fontos szempont. Különböző karakterű darabokat kell ilyenkor választani, hogy a zenekar megmutassa tulajdonképpen, hogy mi az, amiben igazán kiemelkedő, és volt egy kötelező mű minden zenekar számára. Sárvári József Végvári Hősök 1532 című művét adták elő a kötelező művek közül, de többek között Philips Park Blue Rock című darabja, valamint Franco Cesarini Old Russian Romances című több tételes műve is elhangzott az eseményen. Tulajdonképpen nagyon összehozza a csapatot. Nagyon, mert nagyon-nagyon sokat vagyunk együtt, és tulajdonképpen szakmailag egész magas szintre el tudunk fejlődni, hiszen ez a napi 4 órás próba, ez nagyon-nagyon lelkileg és mentálisan is, fizikális megterhelő, de tulajdonképpen a végeredmény az mindig mutatja, hogy mennyire megéri ez a kemény munka. Döge Csaba elárulta, kemény időszak van mögöttük, hiszen az elmúlt 2 évben a járvány miatt nem tudtak fellépni és versenyezni sem. A zenekar tervei között szerepel, hogy a művészeti csoport 75 éves évfordulójára egy ünnepi hangversennyel készülnek. Shakespeare kicsit másképp alcímmel rendezik meg a 17. Shakespeare Fesztivált július 11-e és 14-e között Gyulán. A rendezvényen a nézők a korábbi években már bemutatott Rosenkrantz és Guildenstern halott, valamint a Hamlir című előadást is viszont láthatják. A Romeo és Júlia bábjáték nyitja meg hétfő este a 17. Shakespeare Fesztivált. A darabot a Veszprémi Kabóca Báb Színház, a Veszprémi Petőfi Színház és a Temesvári Csiki Gergely Állami Magyar Színház közös produkciójában láthatja a közönség. Elek Tibor igazgató elmondta, a korábbi években szemben idén 4 napos lesz a rendezvény, és 2 játéktéren, a kamarateremben, valamint a várszínpadon láthatnak előadásokat a nézők.
Kedd délután egy táncszínházi produkció várja a nagy érdeműt a kamarateremben, ahogy tetszik címmel. A valószínűségi tényező nem működik. Három, a természetellenes, természetfeletti vagy alatti körülmények között vagyunk, vitára bocsájtom. Este pedig a korábban Gyulán már bemutatott Rosenkrantz és Gilderstein halott című vígjátékot láthatják a színház kedvelők a várszínpadon. A darab története a Hamletet veszi alapul. A Aradi Kamara Színházzal közösen hoztuk létre annak idején, Tapasztó Ernő rendezésében, és akkor élőben játszott a Tiger Lily zenekar benne, és hát az még emelte a sikerét. Ma már, vagy a jövő héten nem élőben lesz, jövő héten kedden, de az ő zenéjük továbbra is hangsúlyos szerepet kap az előadásban, és két Békés Csabai színész játssza a főszerepet, illetve már csak volt színész, Gulyás Attila, aki már Nyíregyházán van, de Tege Antal még mindig, ugye Békés Csabán van. Szerda este a Miskolci Nemzeti Színház Lír halála című tragikomédiáját mutatja be a kamarateremben. Csütörtökön ismét két előadást láthat a közönség. Délután a Poor Player című Shakespeare parafrázist láthatják Philip Krenusz előadásában. A fesztivált a tavalyi évadban bemutatott Hamlír előadás zárja. A Dunai Városi Kamaraszínházzal közösen hoztunk létre Őze Áron rendezésében, sztár szereposztással Nagy Ervin, Sipos Imre, Kovács Vanda szerepel benne például többek között. És hát ez ugye két kortárs szerzőnek a parodisztikus műve, a Hamletből, a Lír királyból, de még a Bánkbán is szerepel benne, ugye Katona József Bánkbánja, tehát ez is egy nagyon különleges, izgalmas, nagyon szórakoztató, szintén vígjáték. Emlékszem, hogy tavaly a nézők nagyon élvezték. A Shakespeare Fesztivált pénteken a Halmos Béla Népzenei és Világzenei Fesztivál, szombaton pedig a 29. Gyulai Vár Jazz Fesztivál váltja. Saját használatra termesztett a gyanú szerint kábítószert tartalmazó kendert egy férfi Gyulán. A növényeket megszárította, megőrölte, befőttes üvegekben tárolta és cigarettába sodorva fogyasztotta. A rendőrök büntető eljárást indítottak ellene. Fél kiló kábítószer gyanúját keltő szárított növényi törmeléket foglaltak le a rendőrök egy férfitől Gyulán, akinél július 7-én csütörtökön tartottak házkutatást. Állítása szerint saját fogyasztásra külföldön vásárolt magból termelte meg a kendert, és nemrégiben szüretelte le. A rendőrök a mintegy fél kiló kábítószer gyanúját keltő anyagot lefoglalták és szakértői vizsgálatra küldték. A 31 éves férfi ellen büntető eljárást indítottak. Július 1-től lépett hatályba a parkolójegyek és bérletek árának emelése Gyulán. Rövid hírek következnek. A fizető parkolóhelyek működéséről és igénybevételéről szóló rendelettervezetet is módosították a legutóbbi képviselőtestületi ülésen. Görgényi Ernő kiemelte, a parkolójegyekből, valamint a bérletekből befolyó összeget a közterületek rendben tartására fordítja a közüzemi Kft. A polgármester kitért arra is, hogy Gyula ezzel a megemelt díjjal is alatta marad más, turisztikailag konkurens településekhez képest. A grémium elfogadta a rendelet módosítását, így július 1-től lépett hatályba az emelés. Autók és motorok esetében 250-ről 300 forintra, autóbuszoknál, valamint tehergépkocsiknál pedig 700-ról 850 forintra módosultak a díjak. Bányai György elmondta, a hétvégén többek között a Várkert utcában, a Tiborcz utcai parkolónál, valamint a Kossuth Lajos utca, Szent László utca és Nagyváradi út közötti szakaszán kell parkolójegyet vásárolni. Emellett pedig a piac környékén, vagyis a Honvéd utcán és az amellett található lakótelepen, illetve a Varsándi utcában. Aki jelenleg érvényes bérlettel rendelkezik, annak semmi teendője nincs, nem kell pótdíjat fizetnie. Az új kiváltásakor viszont már az új árat kell fizetni. A díjemelésből a 2022-es évben várhatóan 15 millió többletbevétel keletkezik. Új kiadvánnyal gazdagodott a megyei levéltár Gyulai központjának konferencia sorozata.
Az elmúlt években már 3 publikáció is született a korábbi évek konferenciáiból. Ezeket Erdész Ádám nyugalmazott igazgató és Héja Julianna Erika levéltáros szerkesztette. A napokban megjelent mű a Mezővárosok a Délalföldön címet viseli, és a 2019-es gyulai tudományos tanácskozás anyagát mutatja be. Blazovics László a középkori európai városfejlődésről tartott tájékoztatót, illetve adott le tanulmányt. Petrovics István a Tisza-Duna-Maros közének a városairól beszélt, Homoki Nagy Mária a jogtörténet felől közelítette meg a témát. Németh Csaba pedig arról a Maróti Jánosról értekezett, akinek nagy szerepe volt Gyula fejlődésében. A kötetet Erdész Ádámmal összeállító Halmágyi Miklós levéltáros elmondta, a mű online formában bárki számára elérhető, nyomtatott verzióban viszont csak korlátozott számban jelent meg. A kötet végén a függellék mellett egy oklevéltár is található a témával kapcsolatos források latin szövegével és azok magyar fordításával. Ezeket, valamint a tanulmányokat angol nyelven is megjelentették. Halmágyi Miklós elmondta, a kiadvánnyal kapcsolatban Németországból és Romániából is kaptak már pozitív visszajelzést. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legutóbbi, vagyis 27. heti felmérése alapján megállt a koronavírus örökítő anyagának emelkedése a hazai szennyvizekben. Területi eltérések azért így is akadnak. A mintavételi helyek többségét stagnáló tendencia jellemzi. Emelkedés tapasztalható viszont a Budapest környéki agglomerációs települések és Eger szennyvíz mintája esetében. Csökkenés sehol sem mutatható ki. Békés Csabán az országos átlagnál jobb a helyzet, mert a koncentráció alacsony, a tendencia pedig stagnál. Most még 2 felállított mobil kapu között futballoznak a gyerekek a Törökzugi óvodában. Hamarosan egy pályázat segítségével ovi sportpálya épülhet ezen a területen. A kiíráshoz plusz önerőt biztosított a képviselőtestület a legutóbbi ülésen. Az ovi sport közhasznú alapítvány május 27-én értesítette a gyulai önkormányzatot arról, hogy a program megvalósításának feltételei rajtuk kívülálló okok miatt módosultak. A program megvalósításához plusz 800.000 forint pályázati önerőt biztosított a grémium. A Törökzugi óvoda tágos játszóudvarral rendelkezik, ahol elfér a 6x12 méter szélességű és 3 méter magas, hálóval fedett műfüves ovi focipálya. Az óvoda profilja, hogy játékos formában szerettessék meg a mozgást, ezért több programhoz is csatlakoztak az évek során. Az óvoda vezetése bízik abban, hogy a mozgás korai megszerettetésével a későbbiekben olyan sportolók válnak a gyerekekből, akik tovább öregbítik Gyula hírnevét. Eredményes állattartó telepet működtet az önkormányzat Tarhoson. Lapszemle következik. Sikeresen működik az állattartó telep Tarhoson. Bár évről évre egyre kisebb dolgozói létszámmal, de kifejezetten eredményesen működik az önkormányzati állattartó telep Tarhoson, írta a Beol. Több turnusban több ezer baromfit, gyöngyöst, házikacsát, csirkét, illetve fácánt, emellett birkát és juhokat is nevelnek. A Balatonon is orosházi fúvós zene szólt. Szigligeten és Balatongyörökön léptek fel az elmúlt napokban az orosházi fúvós zenekar zenészei. Az Orvos Café azt írta, a hosszú hétvége sok sikeres fellépéssel és rengeteg közösen töltött idővel telt a zenészeknek az Egy Banda Egy Hang motto jegyében. Itt vidámságban és barátokat találunk. Ukrajnai gyermekeket táboroztat a Caritas Balatonakaliban, közölte a Magyar Kurír. Idén ez a második turnus, de a katolikus segélyszervezet egész nyáron táboroztat majd itt gyerekeket. Kirepültek az első őrgébics fiókák. Térségünk tájain idén is szép számban költenek kis őrgébicsek, írta a kmnp.hu. Az első fiókák már július elején elhagyták a fészküket. Jó eséllyel jövő keddig 30 fok alatt marad a nappali csúcs hőmérséklet. Szerdától újra melegebb lesz. Szombaton napos felhős időszakok váltakoznak, az erős szél átmeneti záporokat hozhat. A hőmérséklet a hajnali 17 fokról napközben 27 fokig emelkedik. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, a hőmérséklet 18 és legfeljebb 29 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket!
családi napot rendeztek. A gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok találkozhattak. Gyula a hatodik legkeresettebb. Sokkal drágábbak lettek a szállások a békési fürdővárosban. Shakespeare kicsit másképp. Idén 4 napos lesz a hagyományos színházi fesztivál. Első díjat szereztek. Sikerrel szerepelt a Körösparti Vasutas koncertfúvós zenekar. Magról nevelt kendert. Saját használatra termesztett kábítószert egy gyulai férfi. A híradót látták. Most az értékőrző következik. Nézzék híreinket, videóinkat a közösségi médiában és a gyulatelevizio.hu oldalon. Köszönjük figyelmüket! További jó tévézést kívánunk!